kormány hiába ígérgeti hónapok óta a tüntetések nyomására a 20%-os pedagógus béremelést. Ez igen kevés, ugyanis már tavaly novemberben az éves infláció 22,3% volt, míg az élelmiszerek inflációja majdnem elérte az 50%-ot. Ami ennél is felháborítóbb, hogy a tanárok bére Európában a rendszerváltás óta folyamatosan a legalacsonyabbak között van. Az Európai Unió országaiban a tanárok átlagfizetése bruttó 831.321 forint havonta, amely hazánkban jelenleg elképzelhetetlen. Ezekből az adatokból is kiderül, hogy a kormány ismét csak látszatintézkedéseket tesz, ahelyett, hogy végre komolyan venné ezt a Magyarország jövőjét nagyban befolyásoló problémát. De mit várhatunk azoktól, akik azt is képtelenek voltak megoldani, hogy a gyerekeknek ne dideregbe kelljen ülniük az iskolapadban? A kormány ezekkel kapcsolatban is Brüsszelre mutogat, pedig az itthoni költségvetésből is meg lehetne oldani a tanárbérek versenyképessé tételét, valamint a tantermek befűtését. A Mi Hazánk többször javasolta már a digitális adó bevezetését, amelyet az óriás tech cégek fizetnének, valamint a multinacionális cégek állami támogatásának megvonását. Ezeket mind elutasította a kormány, hiszen így továbbra is le tudják venni a felelősséget a saját vállukról. Ebből is látszik, hogy a kormánynak nem célja a minőségi oktatás megteremtése. A Mi Hazánk és a Mi Hazánk ifjai követeli a tanárok megbecsülését, az Európai Unión belül is versenyképes pedagógus béremelést, valamint az oktatás nemzetstratégiai ágazatként való kezelését, ugyanis oktatás nélkül Magyarországnak nincs jövője. Köszönöm.